Folklór programok zenével és tánccal, 25 éves a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület. Informatikai konferencia, kutatók, fejlesztők, szolgáltatók és felhasználók találkoznak. A legjobb egyetemi futzál csapatok versengtek Pécsen. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják, ez a Pont ma, április 23-án szerdán. Tartsanak velünk! A Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület idén 25 éves. Tartottak már egy jubileumi rendezvényt, viszont ennek jegyében zajlik majd a tavaszi fesztiváljuk is. Pénteken a sportcsarnokban fellépnek Bódi Gusztiék, szombaton fotókiállítás nyílik az Egyesület életéből, majd irodalmi matinét tartanak. Azon Bertók László Kossuth-díjas költő lesz a vendég. Tervezik a Kossuth-díjasok klubja elnevezésű sorozatot is, amelyre régióból és országból is hívnak vendégeket pécsi házigazdával. A Folklór Fesztivált is szombaton tartják, kézműves kiállítással és vásárral egybekötve. Idén megvalósítják uniós projektjeiket is. Júniusban adják át az Ethno Kultur Farm programjuk keretében megvalósuló 32 milliós beruházást. Két szobás vendégházat avatnak Alsó-Szentmártonban, melynek több funkciót is szánnak. Több mint 100 négyzetméteres a beruházás, és nyilván zöld terület is lesz hozzá. Nagyon igyekeztünk arra, hogy megmaradjanak zöld felületek, hiszen egy faluba ez elengedhetetlen, és hát a vendégek is gondolom, hogy sokkal jobban fogják érezni magukat, hiszen egy gyógynövény és egy fűszerkertet is szeretnénk kialakítani, ahol szintén majd bemehetnek akár kapálni is, és lesz egy állatlátogató is, lesz egy kis istáló, ahol tartunk házi állatokat is majd. A pécsi önkormányzat idén is meghirdette szokásos évi pályázatát civil szervezetek részére. Most azonban a korábbiak kétszeresét, összesen 20 millió forintot osztanak szét a nyertesek között. A pályázatra olyan ötleteket vártak, melyek kreatívak, aktivizálják a városlakókat, a várost kiszínezik és a pécsi tereket, utcákat és helyiségeket élettel töltik meg. A kategóriák teret adnak a szabad ötletelésnek is, de főként a városi közterületek szépítését, programokkal való megtöltését, a lakókörnyezet állapotának javítását célozzák. A tavaszi fordulóban összesen 10 millió forintot osztottak szét az egyesületek szervezetek között. Ősszel jön az újabb forduló. Vendégem a stúdióban Kővári János, a Város Természet és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottságának elnöke. Üdvözlöm! Szép jó napot! A városnak és a civileknek, ugye, ahogy el is hangzott, van egy közös koncepciója, ami mentén dolgoznak most már évek óta. Mit sikerült megvalósítani, illetve most ezek a projektek, amik most futnak, tehát a LÉP pályázat, illetve a civil kapuk, ezek hogy illeszkednek ebbe bele? Hát én azzal kezdem, hogy miért fontosak a civilek. A szó nem biztos, hogy jó és takarja azt, amiért fontosak, mert erről a szóról az jut eszünkbe, hogy valami hobbi tevékenység, vagy mik a politikán kívülálló emberek a civilek, de nem erről szól a dolog, hanem itt azokról a kezdeményezésekről beszélünk, amit úgy mondjuk, hogy alulról jövő, bár ez igazán jó kifejezés, kezdeményezések, vagy helyi lakóközösségi, közösségi programok, kezdeményezések, amiket azért érdemes felkarolni, és az önkormányzat ezt felismerte 2009-ben, azért érdemes segíteni, mert szerintem ez a célja kellene, hogy legyen az egész társadalompolitikának Magyarországon is, meg Pécset is, hogy az emberek magukénak érezzék a városukat, a közterületeiket, közösségben legyenek egymással, figyeljenek egymásra. Mennyi mindent lehetne így megelőzni, közbiztonsági kérdéseket, szebb lenne a városunk, zöld területek szebbek lennék, stb. Tehát alapvetően ezt a közösségben gondolkodást és a cselekvőképességet szeretnénk segíteni azzal, hogy az önkormányzat mondjuk pályázatokat ír ki, mind amiről ugye most is szó lesz, amin pályázhatnak ilyen tevékenységekre, itt ráadásul nem is a 100%-ot finanszírozzuk, hanem nekik is hozzá kell tenni valamit, közösen hozunk létre valamit. Na erre írtunk 2010-ben egy koncepciót együtt, nagyon sok, nem tudom, több mint 100 civil szervezet véleményezte, szólt hozzá, egy ilyen civil koncepció nevű kis társadalmi szerződést, hogy ezek a kezdeményezések, ezek miben számíthatnak az önkormányzat. És akkor ott leírtuk, hogy
milyen típusú szervezetek azok, akik pályázni tudnak, milyen típusú szervezetek azok, akik esetleg át tudnak venni önkormányzati feladatot, például iskolát, szociális intézményt, egyebet, és milyen típusú szervezetek, vagy nem is szervezetek, hanem kezdeményezések azok, amelyek nem bejegyzett szervezetek, és ezek mire számíthatnak, milyen segítségre számíthatnak. Most már ennek a lépésein ugye 3 éve túl vagyunk, és tapasztalata is vannak. Mik ezek a legfontosabb tapasztalatok? Ugye, ami most nagyon aktuális, az a Lépj pályázatok, amiről a Civil Fórum című műsorban részletesebben is beszélünk, illetve a másik az az, hogy május 1-jével indulnak a civil kapuk. Igen, a Lépj pályázatot minden évben kírjuk. A cím egyébként Légy Pécs jövője, ez azt fedi, amiről az előbb beszéltünk, hogy a pécsiek érezzék, hogy övék Pécs, és formálják, alkossanak benne. Minden évben kírunk, hát eddig 10 millió forintot tudtunk írni, most az idén 20 millió forintot pályázatként, egy-egy szervezet 3-400 ezer forintot tud pályázni, de rengeteg dolog valósult már meg ezekből, rengeteg játszótér újult meg, aztán például Kertvárosban, ahol sok problémát okoznak a kutyák, a különböző állatok, és állat és ember együttélése, ennek különböző formái, különböző problémákat okoznak, ezekre rengeteg jó ötletet találtak ki. Most legutóbb csak példaként mondom, a ilyen beszélő kis, hogy mondják ezt, ilyen kutyaüllék, szemetes edények, hogy hívják szakszerűen, beszél edénykék, amik ismert emberek hangján szólítják meg a kutyásokat, hogy oda vigyek. Ezek apró kis ötletek, de sok-sok bosszúságot lehet azzal megelőzni, hogyha ilyeneket tudnunk kitalálni, és ezeket tudjuk segíteni. De rengetegféle fesztivál, klubok, hagyományteremtő tevékenységek is ide sorolhatók. Én azt gondolom, hogy ennek már van látszata, és az idén is nagyon érdekes programok lesznek, de erről nem én vagyok hivatott beszélni. A civil kapuk pedig olyan szolgáltató központok lesznek, amelyeket civil szervezetek működtetnek. Példaként mondom a Nevelőkháza Egyesületet, amelyik civil közösségek házaként hasonlót működtet, most már 15-20 éve is talán, ahol a szervezeteket, a civil kezdeményezéseket segítik abba, hogy képesek legyenek forrásokat előteremteni ahhoz, amit meg akarnak valósítani, pályázni, közösséget alkotni, hálózatban együttműködni más szervezetekkel. Magyarul, hogy a jó kezdeményezések meg is valósulhassanak, ebben segítik majd a civil kapuk a civil szervezeteket városrészenként. Kővári Jánosnak köszönöm szépen ezt a gyors és szakszerű összefoglalót, és akit bővebben érdekel, civil fórumunkban meghallgathatják a részleteiben. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Elkapták a kegytárgy tolvajt, az osztrák és a magyar rendészeti szervek együttműködésével sikerült elfogni. A januárban a pécsi egyházmegyétől nagyértékű kegytárdakat eltulajdonító gyanúsítottat. A férfit Grazban fogták el. Az ékszerek nagy része visszakerült Pécsre, egy láncot és egy érmét keres még a rendőrség. Újra Pécsett vannak az elrabolt ékszerek, ezeket a mellkereszteket és gyűrűket lopták el januárban a Székesegyház Mária kápolnájából. Január 24-én a Bazilika gondnoka tett bejelentést, hogy eltűntek egykori püspökök aranyékszerei, ezért indult a nyomozás. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság nyomozói 3 nap alatt beazonosították az elkövetőt. A nyomozati cselekmények során egyértelműen beazonosítottuk H. Krisztián, 25 éves pécsi lakhelyjel és Somogy megyei lakhelyjel is rendelkező, büntetett előéletű, többszörös visszaeső, elsődlegesen vagyon elleni bűncselekményeket elkövető magyar állampolgárt, és őt nagyon kerestük Magyarországon. A férfi azonban miután rájött, hogy nagy erőkkel keresik, külföldre menekült, így nemzetközi elfogadó parancsot rendeltek el. Az osztrák kollégák is besegítettek, meg is találták a férfit Grazban, az ellopott ékszerek egy részével együtt. Az osztrák nagykövetség belügyi attaséja arról beszélt, hogy az eset megmutatta, a schengeni együttműködés keretében lehetőség van rá, hogy nagyon gyors és hatékony intézkedéseket hajtsanak végre. A férfit őrizetbe vették Grazban, április 14-én hazaszállították, 18-án pedig előzetes letartóztatásba helyezte a pécsi járásbíróság. H. Krisztiánnak nem ez volt az első bűncselekménye, a Vásártérről is rabolt már. Ezeknek a tárgyaknak nyilvánvalóan van egy művészeti, egy vagyoni értéke is, ez sem elhanyagolható,
azonban számunkra mégis sokkal inkább ezeknek a tárgyaknak az eszmei és a hitéleti értéke az, ami kiemelkedik. Valahogyan úgy, mint amikor egy családban a családi ékszerek, vagy a családnak egy kedves gyűjteménye, fotó eltűnik, akkor nagyon nehéz megmondani, hogy az mennyit ér. Az ékszerek értékét a napokban becsülik fel, nagyjából 5-50 millió forintot érhetnek. Egy láncot és egy érmét keres még a rendőrség. A pécsi rendőrkapitányság rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást egy 20 éves férfival szemben. Pellérden egy ismeretlen személy rálőtt egy kutyára, a kutya elpusztult. A helyszínre kiérkező rendőrök az elvégzett adatgyűjtést követően rövid időn belül intézkedés alá vontak egy helybeli lakost. Megtalálták nála az elkövetés eszközét, egy légpuskát. Kiderült, hogy a férfi ellen elfogató parancs volt érvényben garázdaság elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A pellérdi férfivel szemben őrizetbevétele mellett rongálásvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást, valamint vizsgálja további bűncselekmények körülményeit a rendőrség. A hazai számítógép hálózati informatikai élet az internet legrangosabb találkozóját rendezik 3 napon át Pécsett. A Network Shop konferencián a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet, a Hungarnet Egyesület és a Magyar Internet Társaság vesz részt. Itt találkozhatnak a kutatók, a fejlesztők, a gyártók, a szolgáltatók és a felhasználók. További jelentős beruházásokat tervezünk megvalósítani, részben piaci oldalon, a piaci alapon, részben pedig a kormányzat aktív szerepvállalásával. Ezt Vályi Nagy Vilmos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára mondja a Network Shop konferencia sajtótájékoztatóján. A következő 4 évben 2 nagy kormányzati program megvalósítása a cél. Az egyik a teljes széles sávú lefedettség biztosítása Magyarországon valamennyi háztartás részére. Ez kormányzati és piaci forrásokból 200 milliárd forint értékben 2018-ra valósul meg. A másik fontos fejlesztés, amit elkezdtünk már tavaly évben, ez a digitális otthon program folytatása. Ennek keretében több magyarországi kistérség régió vonatkozásában infrastruktúrát fejlesztünk, infokommunikációs eszközöket, laptopokat adunk át azoknak a társadalmi csoportoknak, amelyek nehezen vagy olyan feltételekkel tudnának csak ezen eszközökhöz jutni, ami kizárja az aktív részvételüket a digitális piacon. Ezen program keretében oktatást, képzést, illetve önkormányzati alkalmazások fejlesztését is biztosítjuk és támogatjuk a részükre. Már 23 éve a konferencia célja, hogy a magyar felsőoktatásnak és a közgyűjteményeknek, a magyarországi internet felhasználók krémjének egy olyan technikai információt adjon, amely a legújabb eredményekről tájékoztatja őket. Egy igen jelentős konferenciáról van szó, hangsúlyozza Nagy Miklós. Amely meghatározó ismereteket nyújt, egyrészt a jelenlévőknek, másrészt pedig az interneten keresztüli közvetítés révén a teljes magyar oktatás és kutatás résztvevőinek. Az NIF intézet által működtetett országos rendszer mintegy 2,5 millió felhasználót szolgál ki. Ez a 2,5 millió felhasználó pedig a tényleg aktív felhasználók közül kerül ki, hiszen a diákok, az oktatók és a kutatók azok, akik használják a rendszert elsősorban. A konferencia 3 napja alatt 7 szekcióban mintegy 110 előadás keretében vitatja meg a résztvevő, mintegy 400 szakember az adathálózati kommunikáció, illetve a számítógép hálózati alkalmazások területén elért eredményeket és azok hatását a magyarországi informatika fejlődésére. Lantos Ferenc Kossuth és Munkácsi Díjas festő, grafikus, művészetpedagógus felajánlást tett a pécsi önkormányzat felé. Ennek értelmében a Király utcában 2013. decemberében megnyílt életmű kiállításához rendelkezésre bocsátott alkotásait Pécs városának ajándékozza. Az állandó kiállítás a művész nagyméretű olaj- és akril képeiből, valamint rajzokból, kollázsokból és sokszorosított grafikákból áll. A tárlat a Király utca 19-es szám alatti Vasvári ház emeleti termeiben tekinthető meg. A gyűjtemény értéke 55 millió forint. Egy hónappal a határidő előtt a bevallások 1/3 érkezett meg. Ez áll a NAV legfrissebb tájékoztatójában.
A dél-dunántúli régióban 350 ezer személyi jövedelemadóbevallást vár a hivatal. Egyelőre ezek 30%-a készült el. A jelek szerint a bevallási csúcs most kezdődik, azonban a feldolgozás már folyamatosan zajlik a NAV-nál. Már most látható, hogy továbbra is általános hiba az aláírás hiánya, és szintén jellemző, hogy az adózók nem megfelelő sorba írják a kifizetők által levont adóelőleget. Az egyéni vállalkozók körében gyakran elmaradt a jövedelem számítás módszerének meghatározása is. Április 30-áig a hivatal kiküldi az egyszerűsített bevallást választó adózók részére az ajánlatot, a beadási határidő május 20-a. Először volt Pécs a házigazdája a női és férfi futzál egyetemi Final Four-nak. A férfi csapatok közül a Pécs, a Győr, a Budapest és a Miskolc jutott a döntőbe, női vonalon pedig Debrecen, Eger, Budapest és Szombathely gárdái mérkőztek meg a bajnoki címért. A pécsiek a miskolciakkal csapnak össze épp az egyetemi futzál döntő nyitónapján. A Pécsi Tudományegyetem csapata már számos alkalommal képviseltette magát a futzál döntőkben, de rendezőként most debütált. Az első meccsen ugyan kikaptak a fiúk, az edző mégsem volt elkeseredett. Nekik már az is nagy szó, hogy bejutottak a legjobbak közé. Szerintem nincs szégyenkezni valónk, 8-5 lett a vége, beleadtunk kapait, annyi sajnálatos módon volt egy sérülésünk a mérkőzés első fél időben, ami megpecsítette, hiszen csapatkapitánya, csapatnak és vezetője a játékosom, úgyhogy hát ez lett a vége. De emelt főve és holnap mindent beladunk, hogy Pécs megfelelő éremmel a nyakába végezze ezt a tornát. A cél, hogy Pécs is aktívan részt vegyen az egyetemi sport megújulásában. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a város rendezte a közelmúltban az interregionális kupát, a futzál Final Four-t és az asztali tenisz döntőt is. A sport kezd visszanyerni azt a szerepét, amit ezelőtt 20-30 évvel eltöltött az mindenképpen örömteli. Örülök annak, hogy a fiatalok ezt tovább viszik, ezt a leszmét és egyetemi főiskolai szinteken és különböző sportágokban nagyon kiváló teljesítményeket láthatunk és tapasztalhatunk, bízunk benne, a tendencia folytatódni fog. A Pécsi Tudományegyetem csapata az elvárásoknak megfelelően megnyerte a bronzmeccset. A hölgyeknél hosszabbítás után 6 méteresekkel dőlt el, hogy a TF gárdája lett az egyetemi bajnok. Most lássuk főpíreinket még egyszer néhány mondatban. Folklór programok zenével és tánccal, 25 éves a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület. Informatikai konferencia, kutatók, fejlesztők, szolgáltatók és felhasználók találkoznak. A legjobb egyetemi futzál csapatok versengtek Pécsen. Ez volt a Pont ma, a Pécs TV híradója, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!